A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 15. jubileumi TDK-ját tartja, ami az egyetlen olyan kárpátaljai tudományos diákköri konferencia, ami lehetőséget biztosít a fiatalok számára ahhoz, hogy kijuthassanak az OTDK-ra. A Géniusz Jótékonysági Alapítványt a főiskola 2011-ben azzal a céllal hozta létre, hogy az esélyegyenlőség nevében végezzen tehetségtámogatót, de egyben tudományosságot felkaroló, fiatal kutatókat támogató programokat. Természetesen 10 éve töretlenül próbáljuk ellátni ezt a feladatot, és minden évben meghirdetjük a TDK-t. Így júniustól, már most lehet hamarosan jelentkezni, júniustól márciusig van rá mód mindig, hogy 10 hónapon keresztül a fiatalok, akik legalább már egy évfolyam munkát megírtak, vagy év végéig megírnak, jelentkezhessenek erre a programra. 10 hónapon át írják témavezetőikkel, majd ezután feltöltik egy online felületre. Ezt követően a szakmai grémium, a tanács kijelöli azokat az oponenseket, szakembereket, professzorokat, doktorokat, akik oponálják a benyújtott munkákat, és aki arra érdemes, csak az tarthat előadást a KTDK-n, majd akit azok a zsűri tagok, akik a KTDK munkájában részt vesznek, érdemesnek tartanak rá, delegálják az OTDK valamelyik szekciójába. Így most a 35. TDK-n, OTDK-n 35 TDK-zó volt. Remélem, hogy a 36-ra legalább ennyien lesznek. Miután oponálták a munkád, nagyon fontos, hogy ne legyen az, hogy összeférhetőség kiderül valahol, ezért minimum 3, maximum 8 oponense volt az idén is a diákoknak, a benyújtott munkáknak, és közülük egy minimum határon túli kell, hogy legyen, és itt a határon túlit most úgy értem, hogy Kárpátalján kívüli, valamint a Momentum doktoranduszoknak egy képviselője, és természetesen kárpátaljai professzorok, doktorok, szakemberek. Nagyon fontos, hogy fokozattal rendelkező szakértőkről van itt szó. Tehát ma 7 különböző szekcióban 38 előadást hallhatunk, van agrártudományi, biológia, kémia szekciónk, matematika, számvitel, turizmus, földtudományi, filológiai és 2 különböző történelem szekció, mert túl sok volt hál' Istennek a jelentkező, úgyhogy a II. Világháború előtti, majd a II. Világháború és az azt követő időszak szekcióban tarthatnak előadást a fiatalok. Őket a mai napon, ugye miután 84 oponens engedélyt adott rá, 45 zsűritag, nagyon hangsúlyozom, hogy 38 előadóhoz 45 zsűri, tehát mindig nagyobb számú a zsűri, mint maga az előadó csoport, vagy előadók száma, azért, hogy minél több oldalról kapjanak tanácsot, véleményt, javaslatot a fiatalok további kutatásaik elmélyítéséhez, és annak folytatásához. Természetesen a mai napon a zsűri értékelni fogja előadókészségüket, kiállásukat, vitakészségüket, hiszen 15 perc előadás után 5 perc kérdésekre való válasz következik, azaz vita, hogy fognak ezen helytállni a fiatalok, mennyire feldolgozott a szakirodalom, a módszertan, mennyire jó van megválaszva, illetve hoztak 50 pontot a diákok magukkal, ezt is a dolgozatukra kapták bizonyos értékelési szempontokat követően. Köszönjük a magyar kormánynak, miniszterelnökségnek, nemzetpolitikai államtitkárságnak, Bethlen Gábor alapnak, nemzeti tehetségprogramnak és a családokért felelős tárca nélküli miniszternek a támogatást, hiszen ez egy jubileumi 15., valamint a Géniusz számára 10. tudományos diákköri konferencia, úgyhogy mi sok sikert kívánunk innen is a diákoknak, szép eredményeket. A konferenciának, mivel 10 év, 15 év, egy olyan része is volt az ünnepi megnyitón, ahol értékeltük és elismertük azoknak a munkáját, akik az elmúlt évek során, a 10 év során mellettünk álltak, szakmailag a zsűribe voltak, és mindig számíthattunk rájuk. Így 9 olyan szemét, szakembert díjaztunk ezüstéremmel és oklevéllel, diszoklevéllel, ismerő oklevéllel, akikre mindig is számíthattunk a zsűriben, illetve olyan kollégákat
tanárokat, professzorokat, akik minél több diákot hoztak, készítettek számunkra a TDK előadók sorába, úgyhogy őket is díjaztuk és köszöntük, és ezúton is köszönjük munkájukat, és számítunk rájuk a jövőben is.